Újabb fejlesztések indulnak el jövőre a Pirisi Parkerdő ZRT területén. Sokan hagyják az utolsó napokra a fenyőfák megvásárlását. Több mint 6 tonna tartós élelmiszer gyűjtöttek a BRFK munkatársai a Mikulás gyárnak. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! December 27-én vagy 28-án kezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása, mondta Orbán Viktor a közrádióban. A miniszterelnök ismertette, első körben 35 ezer embernek elégséges mennyiség érkezik Magyarországra, és először az egészségügyi dolgozókat oltják majd be. Orbán Viktor azt is közölte, várhatóan szombat délelőtt tesz bejelentést arról, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági válság elhárítását célzó gazdaságvédelmi akciótervnek milyen újabb lépéseit vezetik be január 1-től kezdődően. Az elmúlt napon csak nem 4,500 fővel emelkedett a Magyarországon beazonosított koronavírus fertőzöttek száma. A koronavírus.gov.hu oldalon közzétett adatok szerint a betegség újabb 187, többségében idős ember életét követelte. A legtöbben közülük valamilyen krónikus betegséggel is küzdöttek. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 198 ezret. Jelenleg 7335 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen. Az adatok alapján úgy tűnik, a járvány platófázishoz ért, de a kórházi betegek száma nem csökken, mondta Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is óvatosnak kell lenni. A szakember nem javasolja a nagyobb családi összejöveteleket karácsonykor. További fejlesztéseket indít el jövőre a Pirisi Parkerdő ZRT. Folytatódik például a Városi Erdőprogram, amelynek célja a városon belüli zöld területek védelme és a turisztikai szolgáltatások fejlesztése. A mögöttünk hagyott évet a koronavírus határozta meg, és ennek folyamányaként jelentősen megnőtt az erdők látogatottsága. A legkedveltebb helyeken akár kétszer annyi erdőjáró is előfordult, mint a korábbi években. A budai, illetve főváros környéki erdőket fenntartó Pilisi Parkerdő a megváltozott körülmények ellenére idén is több fejlesztési programban vett részt. Számos természetvédelmi projektet hajtottunk végre, így például az erdei vizes élőhelyek kis tavak fejlesztésében. Számunkra ez nagyon fontos, hiszen az erdei ökoszisztéma, az erdei vizes élőhelyek megléte nélkül nem lenne egészséges. Nagyon nagy örömmel vettük tudomásul, hogy hosszú távú munkánk érett be például a Duna másik oldalán, gödöllői, illetve valkói erdészetünknél, a gödöllői dombságban, ugyanis itt újra fészket rakott a fekete gólya, ami számunkra, erdészek számára egy nagyon jó indikátor. Azt mutatja, hogy ezeknek az erdőknek a természetességi állapota egyre jobb. Mészáros Pétertől megtudtuk, hogy a Pilisi Parkerdő a jövő esztendőben is jelentős fejlesztéseket tervez, többek között a Városi Erdőprogram keretében. A városok környékén, illetve magukban a városokban, mint például a fővárosban található kisebb erdőfoltok ugye rendkívüli értékkel bírnak. Ezt a koronavírus járvány időszaka alatt meg is tapasztaltuk. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezeket az erdőket a klímaváltozás szempontjából, a város igényei szempontjából tovább fejlesszük. Nyilván ezeknek az ökológiai értékének a fejlesztése a további célunk. Ezt azért tudnunk kell, hogy bár itt a budai oldalon úgymond el vagyunk kényeztetve az erdőkkel, gondoljunk csak a Nagyhárshegyre vagy a Normafa környékére, ugyanakkor a pesti oldalon, amik erdők létrejöttek még itt az 1940-es, 60-as évek környékén, akkor a tűzifa termelés céljából ültették ezeket, onnan látták el a pesti oldalt tűzifával. Manapság viszont ezeknek a fákkal borított vagy erdős területeknek jelentősen átalakult a szerepe, és egyben meg is nőtt a jelentősége, különösen a közelükben lakók számára. Az elmúlt években azért jó példa volt az önkormányzatok és a Pilisi Parkerdő együttműködése, különösen itt a pesti oldali kiserdők tekintetében, de azért nem mehetünk el szó nélkül természetesen egy macis játszótér mellett sem, ami a második kerületben újult meg, szintén önkormányzati együttműködésben. Célunk az, hogy ezek az erdők további fejlődésen, ökológiai és ökonomiai fejlődésen menjenek át.
A pirisi parkerdő szóvivője elmondta, hogy a fejlesztésekkel egyidejűleg az erdők tisztán tartása és megtisztítása is a céljuk, és ez is jelentős energiákat emészt fel, ugyanis a megnövekedett forgalommal sajnos az otthagyott szemét mennyisége is növekedett. Csak az erdőgazdaság által kezelt területen több mint 5000 köbméternyi hulladékot kell eltakarítani ebben az évben. Új szolgáltatással segíti a betegeket a Szent János Kórház. Az intézmény ingyenes gyermekbőrgyógyászati ellátást indított. Az okostelefonra letölthető alkalmazás lényege, hogy a szülők által beküldött fotók és egy kérdőív alapján a szakemberek diagnosztizálják a bőrbetegséget. A terápiás ajánlást tartalmazó leletet a szülő e-mailben kapja, és ha kell, e-receptet is ír az orvos. Minden eddiginél több adományt gyűjtöttek össze az ünnepek előtt a BRFK munkatársai. Több mint 6 tonna tartós élelmiszert adtak át a nélkülözőket segítő Mikulás gyárnak Óbudán. Hetek óta gyűltek az ajándékok a rendőrség székházában. Szinte mindenki bekapcsolódott a jótékonysági akcióba. Rövid idő alatt több mint 6 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a BRFK munkatársai. Ezeket aztán teherautókra rakták és elszállították. Az adományt Budapest rendőrfőkapitánysága adta át a Mikulás gyár vezetőjének az egyik budai nagyáruháznál. 17 raklapnyi mennyiségű tartós élelmiszert hoztunk, amit most így jelképesen szeretnénk átnyújtani a Mikulás gyár részére. Nagyon szépen köszönöm! A rendőrség nem először segíti a Mikulás gyár munkáját, idén pedig a kapitányságok között egyfajta verseny is volt azzal kapcsolatban, hogy hol tudnak több adományt összegyűjteni az egyenruhások. Több éves hagyomány van annak, hogy a BRFK a Mikulás gyárnak adományokat gyűjt. Ez tavaly sem volt másként, akkor kizárólag csokoládé és édesség volt a adománynak a tárgya. Több mint 2000 kiló csokoládét gyűjtöttünk össze akkor. Idén viszont úgy gondolkodtunk, hogy mi lenne, hogy az édesség mellett a tartós élelmiszerre helyeznénk a hangsúlyt, és idén a gyűjtés során 6218 kg tartós élelmiszer gyűlt össze. Ezzel próbál a Budapesti Rendőrfőkapitányság állománya hozzájárulni, hogy a leginkább rászorulóknak szebb legyen a karácsony időszaka. A cukrot, lisztet, rizst, konzerveket, édességeket és szaloncukrot az ünnepek előtt rászoruló családokhoz juttatják el, csak úgy, mint minden adományt, ami a Mikulás gyárba érkezik. Azokhoz jut el, akiknek nem volna része semmiképpen ilyen finomságokban, ilyen javakban és ilyen hasonló termékekben. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert hogyha valaki abból a nagyon rossz sorból és sorsból megéli azt, hogy látja, hogy van valami fajta remény, nem csak az létezik, amiben ő él nagyon hosszú ideje, akkor lehet, hogy egy kicsit fogékonyabb lesz a világra, egy kicsit nyíltabban tekint rá. Idén a járvány miatt a Mikulás gyár másként működik, mint korábban, az egyik áruházlánc üzleteinél és postán keresztül várják a felajánlásokat. Eddig gyűjtöttünk mindenfélét, jó minőségű használt ruhát, könyvet, játékot, idén csak tartós élelmiszert gyűjtünk és tisztítószer, tisztálkodási szereket, viszont a tavalyihoz képest, ami, ha jól emlékszem, 44 tonna volt ezekből az árucikkekből, az idei évben már most elértük ezt a 44 tonnát a mai nappal. A Mikulás gyár vasárnapig fogad felajánlásokat. Sokan hagyták az utolsó adventi hétvégére a fenyőfa megvásárlását. Várhatóan idén is a Nordmann lesz a legnépszerűbb. Ugyanakkor ez a legdrágább fajta is. Átlagosan 10-15%-kal került többe, mint tavaly. Folyamatosan érkeznek a vásárlók ehhez a 12. kerületi fenyőfaárushoz, hogy kiválasszák a számukra legalkalmasabb karácsonyfát. Csaba bácsi feleségével érkezett, hogy két fenyőt is hazavigyenek. Mindig kettőt veszünk, mert van két lakás, a nagy, ahogy állandóan együtt vagyunk, van egy kis lakás, én még mindig dolgozom. Míg Csaba bácsi Nordmann fenyőket választott, úgy Rózméri az illatosabb Lutz fenyő mellett döntött. Mert jó illata van, meg hogy szépen lehessen díszíteni, meg ez a helyen elféljen, és hát a gyerekek, az unokák örüljenek neki. Ezek az árusok már 17 éve hozzák el fenyőiket ide a Somogy megyei Turgóról. Tapasztalataik szerint manapság a Nordmann fenyőt választják a legtöbben, és idén inkább a kisebb méretű fákat részesítik előnyben a vevők. A Nordmann az ajánlatos, mert az nem hullik le. Az inkább rászárad a végén, de nem hullik. A
elvist, az valami, az tartja magát, hát az utca az, hogy csak egy van, hogy minél később kell kiszedni. Akkor van esély, hogy azt meg lehet az ünnepek után is tartani. Évente közel 2,5 millió fát adnak el karácsonyra Magyarországon, és egyre többen választják a gyökeres fenyőket is. Erre viszont még nincs akkora igény, hogy a magyar termelők nagy piacot lássanak benne, mondta el a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. Gyakorlatilag a képtelenség hazai, úgymond edényben nevelt, tehát konténerben nevelt, nem csak oda bele passzírozott földlabdás fenyőt venni, hanem abban nevelt fenyőt, az szinte lehetetlenség. Ez főként azért van így, mert nehezebb a fenyők gondozása és szállítása, mondta el Orlóci László is hozzátette. Sokszor a gyökérzet sem garancia arra, hogy a fa az ünnepi időszak után újra szépen egészségesen fejlődik tovább. Ha konténeres fenyőben gondolkodunk, akkor faiskolai terméket vásároljunk, mert az iskolázott fenyőfának számít. Ennek persze az ára jóval magasabb, mert meg kell fizetni magát a technológiát, az iskolázást. Ha viszont karácsonyfa telepről származó föltépet, mi így nevezzük föltépet, és utólag bekonténerezett növényt vásárolunk, annak a 90%-a nem fog megmaradni nagy valószínűséggel, tehát akkor inkább érdemesebb vágott fenyőben gondolkodni. A Nordmann fenyő ára átlagosan 10-15%-kal nőtt, így métere akár 6000 forintba is kerülhet, míg a Lutz fenyő méterenként 3000, az ezüst fenyő ára pedig 4-5000 forint között mozog, sok helyen pedig darabárat határoznak meg az eladók. Egy középkori kútból előkerült lócsontváza és szintén középkori persejbe rejtett pénzek is láthatók azon a kiállításon, amely az elmúlt év ásatásainak leletanyagából válogat. A Budapesti Történeti Múzeumban megnyílt tárlata járvány miatt egyelőre online érhető el. Egy kisebb vagyont rejtett ez a középkori kerámia persej. Valószínűleg a 16. században rejthették el valaki vagy valakik elől. Ami nagyon érdekes volt, hogy az összes pénz benne volt a persejben. A kincset egy Frankelleo úti ásatás során találták meg a régészek. Hogy ne kelljen összetörni az edényt, egy csipesszel egyesével húzták ki az érméket, amiket aztán itt a Vármúzeum restaurátor műhelyében aprólékos munkával megtisztítottak. Az érméket most a középpontban a Középkor című tárlaton állították ki, másik 150 értékes lelettel együtt. Az egyelőre csak a virtuális térben bejárható kiállítás az elmúlt év fővárosi feltárásainak anyagából válogat. A kiállításban tulajdonképpen két témát boncolgattunk. Egyrészt bemutattuk az elmúlt évnek a legszebb leleteit, a legjobb középkori ásatásait, illetve azokat, amik az érdekes eredményeket. Másrészt a falon körbefut a középkori főosztálynak a munkája. Itt tulajdonképpen azt szerettük volna bemutatni, hogy nem csak terepen dolgozik a régész, illetve hogy néz ki egy régészeti ásatás, ahhoz egy előkészítés kell, ott geodézia kell, vagy dokumentációt készítünk. Ezért is az alcíme a kiállításnak ásótól a vitrinig. Így az is kiderül, mivel foglalkoznak a restaurátorok vagy az archeozoológusok. A főváros területén számos kincset rejt még a föld, ezt bizonyítja, hogy több ezer zsáknyi leletanyagot gyűjtöttek össze egyetlen év alatt a Budapesti Történeti Múzeum régészei. Nem csak kerámia töredéke kerültek elő, de értékes fémleletek és állatcsontok is. Ilyen például ez a középkori lócsontváz, amely egy kút mélyén feküdt évszázadokig. Ezt most a megtalálás körülményeit megidéző formában a kiállításon is bemutatják. Ezek az ásatások, ezek mindig megelőző feltárások, földmunkákhoz, építkezésekhez tartozó régészeti feltárások, tehát ha mi nem mennénk oda ki, akkor a munkagép az kimarkolná és sítbe kerülne mind a lelet, mind pedig az az objektum, mind pedig az az információ, amit kinyerünk ott. Tehát elsődlegesen ez a dolgunk. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen ásatás megerősíti, vagy újabb és újabb információkat ad ahhoz, hogy milyen is volt az a terület. A tavalyi év ásatásainak legfontosabb kincseit bemutató kiállítás egyelőre a vármúzeum.hu oldalon látható, de a járványvédelmi intézkedések feloldása után személyesen is látogatható lesz.
és még mindig történelem, építészeti nívódíjat kapott Gülbaba türbéje, műemlék helyreállítás építményrehabilitáció kategóriában ítélte oda az elismerést az építőipari mesterdíj alapítvány. A Rózsák atyának nevezett muszlim szerzetes nyughelye és annak környezete 2018-ban teljesen megújult. Akkor kávézóval, múzeummal és közösségi helyiségekkel bővült a közel 2 hektáros terület. Gülbaba türbéje azóta kulturális központként is működik. Híradónkat és híranyagainkat is visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Legyen kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra!